Nem, ezt tudjátok, hogy nyuszi, hogy eszi meg. Nyuszi? Nem. Aha. Nem. Na várjál, akkor próbáljuk meg, akkor ketten, te is eszel egyet, meg én is, és mutatom, hogy kell. Jó. Jó. Légy szíves. Igen, rendben van, nézd meg, következőképpen eszi meg a nyúl. Jaj, közben megyünk, jó? Figyelj! Na, megpróbálok. Tehát nagyon eléggé szaporán. Szaporán? Azt nem figyelted meg, hogy a Mikulás ünnep kapcsán ugye van egy Mikulás nevünk, de hát a nyúlnak nincs neve. Ez érdekes, nem? Nem kéne valami nevet adni a nyúlnak, hogy országvilág meg tudja? Na, adjál valami nevet a nyúlnak. Volt egy olyan nevezetű nyúlom, amit Fülesnek hívtam. Igen? Nagyon érdekes, hogy miért éppen Fülesnek? Arnold, Nyuszi! Arnold, na, egy névvel van. Arnold. Kis Béla. Kis Béla? Tehát a nyúlnak legyen az a neve, hogy Kis Béla. Na, így megy a bolti nyúl, így tirarirari, és hogyha szólunk neki, hogy például Gáspár, igen, tehát hogy valami legyen, érted, hogy Jenő, tessék, hogy így nincs valami ötletetek, hogy valami normális legyen neve. Legyen Lola. Lola? Igen, Lola Nyuszi. Lola Nyú. Mezei Lola. Mezei Lola, tessék, jó, akkor ezzel megpróbálom. Lola, nem ő a Lola. Más ötlet? Jeremy! Mint nyuszi jó? Jeremy a nyúl. Vagy nyúl a Jeremy. Nyúl a Jeremy. István a király, nyúl a Jeremy. Igen. Úgy tűnik, figyeled a rockoperákat. Lehet, hogy erről egy rockopera fog készülni. Nyúl a Jeremy. Itt üzentek egy olyan srácnak, aki elindul egy ilyen portjára, hogy mit csináljon és mit ne. Otthon hagyhatja a parfümét. Igen? De mi a baj a parfümmel? Sok együtt már büdös, szóval. Igen. Ez így, és elég nehéz eltávolítani ezt a szagokat a hajunkból. A húsvét a hajmosás időszaka, folyamatos hajmosás. Utána vegyünk rokonokhoz, ott is meglocsolnak, megint hajmosás, mert aha. Azért az elég kellemetlen. Egy nap tudani. Többször? Hát igen. Jaj. Lelány! Jó, rendben! Igen, rajta! Földedről bejártam, szürke nyuszit láttam, el akart ugrani, szabad dedocsolni túl. Búm! Kapásban meg sem várok, hogy mondja valaki, hogy igen. Ez jó. Nézd meg, mekkora nyúl! Wow! És még tojást is szeretnék kapni, azért, mert nagyon aranyos voltál. Jó étvágy, azt kívánok! Zöld erdőbe jártam, kék hibolyát, ez például ez tök szép, de ezt is már hallottam. El tudnád mondani nekünk olyan szépen, hogy a szívünk megmelegedjen? Hogy szeretnéd, hogy egy pasi elmondja neked? Ezt egyszer mutasd be nekünk. Zöld erdőbe jártam, egy gyönyörű kék hibolyát láttam, el akart hervadni, szabad elocsolni. És akkor azt mondanám, hogy persze, nem azt mondanám, hogy jaj, segítség. Hogyha olyan kis parfümös üvegbe vizet tennének, az tökéletes lenne. Az jó lenne, az teljesen jó. Én is így gondoltam el. Ti örültök akkor annak, hogyha meglocsolok benneteket, meg szabad locsolni benneteket? Vagy... Várjál meg! Másik! Nem védekezel, ez is nem jó. Mindegy. Na jó van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és várjál, tudok ezt adni, de a tojás nem. Szívesen elfogadni ajándékot. Kaptok nyulat. Nagyon szépen köszönjük. Légy szíves, fogadjátok el. Nagyon aranyos nyulat kaptatok. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok, és jó munkát nektek. Hello, sziasztok. Azzal lesz, sziasztok. Viszont. All right, it's gonna be all right. All right.
Egyes, kettes, hármas, négyes, te kis nyuszi, hová mégyes? Vagy próbáld úgy mondani, jó? Nem akarod? Szerintem van egy másik vers, aminek te sokkal jobban örülnél. Elmondom azt, jó? Hogy nagyon helyes anyul nagyon, éppen ezért békén hagyom. Ez jobb? Én biztos, hogy sokkal jobb. Ugye, hova mész, mit keresel is?